A vonalban pedig Andor László, professzor, korábbi Európai Uniós biztos, a Magyar Szocialista Párt elnökségének tagja. Jó napot kívánok! Kívánok, köszönöm, hogy jött. Mégpedig azért van itt, mert a napokban a Mérce portálon megjelent egy cikke a kényelmetlen békéről és a félreértések elkerülése véget. Elmondom, hogy ez a béke természetesen Ukrajnára vonatkozna, és kényelmetlen is, mert egyáltalán szóba hozni is az. És őszintén szóval, amikor elkezdtem olvasni a cikkét, idézte Josep Borrellt, az Unió külügyi főképviselőjét, ezt a mondatát, hogy a békéről való megállapodáshoz párbeszéd és kompromisszum szükséges, ehhez pedig több bátorság kell, mint a háború folytatásához. Hát a szívemhez kaptam, hogy jé, ezt mondta volna Borrell, de hát ezt akár Orbán Viktor is mondhatta volna, de nem, ő mondta és önidézte, csak aztán rögtön kiderült, hogy nem Ukrajnával kapcsolatban, hanem Etiópiával kapcsolatban, és így persze más is az értelme. Viszont az ön üzenete lehet, hogy mégis valamilyen módon rímel Orbán Viktor szinte minden héten vagy minden nap elmondott békét sürgető üzeneteivel. Tényleg így gondolta, hogy van abban valami, amit Orbán Viktor most már jó ideje mond, és el kellene jutni több bátorsággal a békéhez Ukrajnában? Hát köszönöm a kérdést. Ugye a cikkben nem Orbán Viktort kommentáltam, és nem is ez volt a szándékom, hogy értékeljem az ő nyilatkozatait. Igazából ugye arról van szó, amit Josep Borrell kimond egy másik háborúval kapcsolatban, hogy a társadalmi elvárás az Európai Unióval szemben, és ebből szempontból ugye a magyar társadalom nem különbözik az európai átlagtól, mégiscsak az, hogy segítsen a békét fönntartani, ha háború van, akkor segítsen megoldani az ilyen jellegű konfliktusokat, és az európai állampolgárok nagy többsége ugyanilyen elvárással néz most az Európai Unió vezetésére az ukrán háborúval, pontosabban ugye az orosz agresszióval és ennek következményeivel kapcsolatban is, de ez borzasztó nehéz napirendre tűzni, hiszen hosszú idő óta tényleg abban a dilemmában mozog a vita erről a kérdésről, hogy vagy igazságos kimenetele lesz ennek a háborúnak, vagy béke, tehát ugye sokan mesterségesen szembeállítják az igazságosságot a békével, de ebből viszont soha nem lesz megoldás. Tehát hogyha azt gondoljuk, hogy a béke csak igazságtalan lehet, akkor végtelenítjük ugye ezt a hadi állapotot, és arra konkludálunk, amiről egyébként igen kiváló nyugati szakértők is beszélni szoktak, hogy ez a háború 40-50 évig tarthat. Tehát nem tudom, ismerje Michael Clark, egy kiváló professzor Angliában, ugye főleg Angliában szoktak ilyen jellegű értékeléseket és előrejelzést adni, hogy nyugodjunk meg, még akár két generáción keresztül is eltarthat ez a háború. Én azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal nagyon nehéz megbaratkozni, tehát valamilyen formában mégiscsak a béke lehetőségét kell keresni. Hát mondjuk azt Magyarországon is gyakran emlegetik szakemberek, hogy hasonlíthat majd ez az orosz-ukrán szembenállás a koreaihoz, ahol csak fegyverszünet van és béke nincs, tehát tulajdonképpen egy befagyasztott háború, amelyik tulajdonképpen bármelyik pillanatban újból ki is robbanhat. Szóval ne fessük az ördögöt a falra, de igen, ez lehetséges, és értem én, hogy a realitás talaján mozogva ön is azt mondja, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy nem biztos, hogy igazságos béke születhet, de mégis meg kell próbálnunk a békéről gondolkozni. De hát éppen ma beszélt egy kijevi fórumon a magyar köztársasági elnök, és azt mondta, hogy Ukrajna területi integritása vitán felül áll, és még a Krím-félszigetnek is, amit 2014-ben foglaltak el az oroszok, vissza kell térnie Ukrajna fennhatósága alá. Tehát, hogyha a dolgot legalábbis diplomáciailag, nagypolitikailag az élére állítjuk, akkor még egy magyar
kormányzat vagy Magyarország képviselője sem mondhat más nemzetközi fórumon, mint ezt. Hogy lehet ebből eljutni valami, hát mondjuk reálisabb, vagy igazságtalanabb, de reálisabb béke irányába? Hát nem tisztem bírálni a köztársasági elnököt, de ugye ő most jól láthatóan kompenzál. Tehát azért, mert a kormányzati propaganda ugye másfél éven keresztül lényegében a moszkvai szólamokat visszhangozta ezzel a háborúval kapcsolatban, most egy ideje, ugye ő neki a veszteségeket kell csökkentenie, és a nemzetközi közvélemény előtt egy vállalható arcot fölmutatnia. És nyilvánvalóan ugye a semmiképpen nem vállalható, hogy kívülről mondja meg valaki Ukrajnának, hogy területének ezt vagy azt a részét adja föl. Tehát ugye ez ütközik a nemzetközi joggal, ezt nem lehet kívülről ráerőltetni egyetlen országra se, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy nincs is semmilyen kérdés. Igazából arról van szerintem szó, hogy ugye Oroszország és Ukrajna között mégiscsak van valamilyen kommunikáció, mert legalább három olyan kérdésben ők beszélnek egymással, aminek nagy jelentősége van. Az egyik a nukleáris biztonság kérdése, főleg Zaporozse körül, a másik a gabona megállapodás, ami most összeomlott, de mégiscsak létezett, és hosszú időn keresztül fönntartották, a harmadik pedig a hadifogoly cserék, amelyek szintén bekövetkeztek időnként, és nem következtek volna be, hogyha nem tárgyalnak egymással. Tehát magyarul arra ösztönözni ezeket a feleket, sőt akár kényszeríteni, hogy gyakrabban és szélesebb napirendről beszéljenek egymással, mert így érhetnek végére ennek a konfliktusnak, ez szerintem mindenképpen feladata lenne a nemzetközi közösségnek. Ön a cikkében idézi egy oxfordi kutatónak a trilemmáját a mostani helyzet leírására. Egy lehetetlen háromszöget vázol fel, hogy most az a helyzet, hogy a három összetevő az, hogy mi az, ami katonailag lehetséges, mi az, ami Ukrajna számára elfogadható, az ukrán társadalom, az ukrán emberek számára, és mi az, ami egybevág az Európai Unió érdekeivel, és azért trilemma, mert a három közül egyszerre csak kettő valósítható meg. Ha kettő igen, akkor a harmadik nem. Ez a kettő, ez változó lehet, de akkor még mindig a harmadik nem következik be. Tényleg nincs olyan megoldás az ön értékelése szerint, ami katonailag is lehetséges lenne, az ukránok is elfogadnák, és az Európai Uniónak is megfelel? Igen, én hozzáteszem ehhez, hogy ugye mai tudásunk szerint. Mert mai tudásunk szerint az úgynevezett nyugat, tehát lényegében ugye ez az Európai Uniót és az észak-amerikai országokat jelenti, nem ad annyi fegyvert Ukrajnának, vagy nem ad olyan hatékonyságú fegyvereket Ukrajnának, amivel ők ki tudnák űzni az oroszokat a saját területükről. Tehát legyünk őszinték, ugye csöpögtetik a fegyverszállítmányokat, a télen volt egy nagy adag páncélozott harcjárműről döntés, ugye most legutóbb kazettásbombáról, most a F-16-osokról, amiből talán fél év múlva lesznek repülőgépek Ukrajnában. Tehát ez az intenzitás nyilvánvalóan nem elég ahhoz, hogy a hadszíntéren ők sikereket érjenek el. Tehát valamelyik elem mindenképpen hibázik a jelenlegi ismereteink szerint, tehát magyarul vagy kivárjuk azt, hogy valamelyik elem elmozduljon, a nyugat fölturbozza fel a fegyverszállítmányt, vagy az orosz politika összeomoljon, vagy az ukrán kompromisszumkészség változzon meg, de valamelyiknek a jelen ismeretek szerint ugye mozdulnia kellene ahhoz, hogy vége legyen ennek a háborúnak, amelyben ugye kb. 5-600 katona hal meg naponta, és több tucatnyi civil szintén. Mi volna az Európai Unió érdeke ebben a háborúban? Kérdezem önt, mint egykori európai vezető politikust. Hát ez az, ugye, hogy az európai közvélemény valamennyire megosztott, tehát azt gondolom, hogy az európai érdeket viszonylag jól kifejezték azok a diplomáciai erőfeszítések, amelyek 2014-től kezdve egyrészt bevonták Ukrajnát
egy társulási folyamatban, másrészt pedig az úgynevezett minszki megállapodásokon keresztül, ugye mind a két felet megpróbálták rábírni kompromisszumokra annak érdekében, hogy a béke fönnmaradjon. Ez látványosan összedőlt, és ugye ezt nyilván ki kell kutatni, hogy miért volt gyenge az Európai Unió és annak diplomáciája ahhoz, hogy ezt a konstellációt fönn tudja tartani. De azt gondolom, hogy ugye az elvárás az mindenképpen az, hogy az Európai Unió ne hagyjon egy végtelenített háborút a saját határainál, és nem csak, hogy a saját határainál, hanem gondolkodjon azon, hogy hogyan tudja a saját határain belőle hozni Ukrajnát, de ez megint csak, ugyanúgy, mint a NATO esetében, nem lehetséges mindaddig, amíg Ukrajnában háború dúl. Minden esetre akármi lesz itt a háború kimenetele, már nem merem azt mondani, hogy végkimenetele, mert ki tudja, lehet, hogy évtizedekig elhúzódik, de ha az oroszok meg tudják tartani a területeiket, és az ukránok kénytelen kelletlen belemennek egy ilyen hát befagyott háborúba, vagy egy kényszerű tűzszünetbe, akár nagyjából sikerül visszaverni és visszaszorítani az oroszokat, és visszaszerezni az elfoglalt területek nagy részét, de mindenképpen az lesz a következmény, hogy az Európai Unió úgy érzi, hogy az oroszoktól mentsen minket, meg Ukrajna, meg a jó Isten, de hát nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy ez még egyszer ne következhessék be, és az oroszok ne fenyegethessenek bennünket ilyen közvetlen közelről. Szóval az uniónak ez az alapvető érdeke, akár az oroszok érdekei lesznek a meghatározók a következő, mondjuk megállapodásban, akár az ukránok lesznek itt a meghatározók, de mindenképpen oda kell jutni az uniónak, hogy valahogy élesen el kell választanunk magunkat az oroszoktól, nem? Azt gondolom, hogy ugye legalább két húron kell játszani. Az egyik az valóban az úgynevezett elrettentés, tehát hogy ne essen Oroszország kísértésbe. Hiszen az egyik ok, ami ehhez a háborúhoz vezetett, hogy az amerikai, afganisztáni kivonulása után, ami eléggé kaotikus volt, és nem volt egyeztetve senkivel, ugye az a benyomás keletkezhetett Moszkvában, hogy itt a nyugat már inkább visszavonulóban van, és nem tud a szövetségeseinek kellő alátámasztást nyújtani. Tehát ez az egyik fontos dolog, de a másik pedig nyilván a diplomáciára hárul, tehát nem lehet kizárólag azt mondani, hogy pusztán a katonai erővel helyettesíteni lehet a diplomáciát. Mert azokat a csatornákat is fönn kell tartani, újjá kell építeni. Valószínűleg ez már egy Putyin utáni orosz vezetéssel lesz. Erre kevés ráhatása van szerintem mind Ukrajnának, mind pedig a Ukrajna támogatóinak, de előbb-utóbb nyilván lesz egy másfajta vezetése Oroszországnak, amelyikkel talán egy konstruktívabb kooperáció mezeire vissza lehet térni. De az, amin ön gondolkozik, és amit itt fölvázolt, nem egyenlő azzal, amit Orbán Viktor mond, hogy háborúpártiak az ellenzékiek, én pedig békét javasolok. Hát a háborút Oroszország indította. Tehát azt gondolom, hogy aki ilyen mértékben ugye a jelenlegi orosz vezetés visszhangzásával naponta foglalkozik, sok tucatnyi propagandistával ugye az állami televízió különböző csatornáin, az nem vetheti másoknak a szemére, hogy háborúpártiak lennének. Köszönöm szépen Andor Lászlónak, az MSZP elnökségi tagjának, volt Európai Uniós biztosnak. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra!